A műsort támogatja az Illés Sport Alapítvány. Jó estét kívánok, kedves nézőink! Május 26-át írunk a mai napon, ami azt jelenti, hogy itt a hónap utolsó hétfője, és ez ugye sportestét jelent itt a szombathelyi televízióban. Lesz az aréna, azt követően pedig akadémiai foci magazin, végül pedig majd portré. Nézzük, hogy az arénában milyen sportágakkal várjuk Önöket. Sorrendben kézilabda, szabadidősport, labdarúgás és karate lesz a program. A nyereményünk pedig ezúttal az első sportághoz, azaz a kézilabdához kapcsolódik, ugyanis a holnapi napon 19 órakor a Haladás VSE munkacsarnokában játszanak egy nemzetközi kézilabda mérkőzést, melyen a Haladás VSE fogadja a Hypo Niederösterreich egy csapatát. Én azt hiszem, hogy ezt az együttest senkinek nem kell bemutatni. 8-szoros bajnokok ligája, illetve beggyőztes együttesről van szó. Nos, ez a gárda játszik itt Szombathelyen, és erre a találkozóra sorsolunk ki két darab belépő jegyet. Egy nyertesünk lesz, aki másodmagával el tud majd menni erre a ragyogó mérkőzésre. Azt hiszem, érdemes lesz a mai napon SMS-t küldeni nekünk a már jól ismert számra, azaz a 0620-2020-800-asra várjuk kérdéseiket, véleményüket. És ha már a kézilabdáról beszéltünk ilyen sokat, akkor kezdjük egy olyan anyaggal, amely a 2003-as évjáratú Student Comfort együttesének prágai diadaláról szól. Óriási szombathelyi siker született a Prágában megrendezett nemzetközi kézilabda fesztiválon. A Student Comfort U10-es leány csapata mind a 9 mérkőzését megnyerve 14 együttes közül az első helyen végzett. A vasiak a csoportmérkőzések során többek között egy német és egy orosz gárdát is legyőztek, a fináléban pedig a szlovák Slavia Szeret gárdáját verték 23-3 arányban. Sokkal jobbak voltunk, meg mindenki nagyon oda tette magát, és mindenkiben meg lehetett bízni. Sok mindenki sok gólt lőtt, és oda tette magát az egész tornán. Mi az, ami a ti kis csapatotokban ennyire jó? Az, hogy ennyire tudtok kézilabdázni, vagy pedig az, hogy ennyire jó közösség vagytok, ennyire baráti társaság? Hát jó közösség vagyunk, nagyon jó barátok vagyunk. Mi a célja egy ilyen kis U10-es korosztályú játékosnak? Te például már eldöntötted azt, hogy mondjuk kézilabdázó akarsz lenni, vagy most még egyszerűen arról van szó, hogy szeretsz sportolni, szeretsz társaságban lenni? Nagyon szeretnék felnőtt koromban kézilabdázó lenni, egyre nagyobb célokat szeretnék elérni. A prágai tornán összesen több mint 400 csapat lépett pályára, a viadalon olyan kézilabdás nemzetek is képviseltették magukat, mint például Dánia, Németország és Oroszország. Nagyon örültünk, hogy ki volt lehetőségünk kijutni egy ilyen nemzetközi tornája, ahol több mint 500 csapat vette részt, rengeteg országból, egész Európából, sőt Európán kívül is sok csapat nevezett és jelentkezett, és itt részt vett a tornán. Én azt gondolom, hogy maga az az utánpótlás rendszer, amit mi Magyarországon elkezdünk, a technikai képzésekkel előbbre tart mindenképpen, mint az európai társaink, vagy az európai úgymond versenytársaink ezekbe a korosztályokba. Tehát ebből fakadóan is kicsit technikásabbak, gyorsabbak vagyunk, ami ugye majd későbbi folyamán behozza magát, de nagyon sokat elemezzük azt, hogy ezeket a különbségeket majd hogyan lehet később szűkíteni, meg csökkenteni, vagy akár mi a munka fordítani. Mi az, amit az U10-es korosztályban a leglényegesebbnek tartatok, mert ahogy elnéztem például a döntőbe 23-3-ra nyertetek. A védekezés, ami ennyire jól megy, vagy pedig támadásban múljátok fel ennyivel az ellenfelet? Igazából egy pár szót szólva erről a csapatról, tehát az U10-es csapat, ez Magyarországon is úgymond a legjobb csapat, tehát bajnokságot nyert, mindig ott van az élbolyban, most is ugye hétvégén készülünk a saját korosztályuk, U10-es korosztályuknak a döntője, ment vagyunk ugye az 1-től 4-ig, Győr, Ferencváros és Debrecen lesz az ellenfelünk, de oda is úgy készülünk, hogy nyerni megyünk. Én mindenképpen azt gondolom, hogy ebben a csapatban nagyon sok
tehetséges játékos van, illetve nagyon jó a csapatszellem. Maga ugye, amit mi itt oktatunk, mindenképpen egy keményebb védekezés, tehát a kézilabdának az alapja a védekezés, illetve ugye abból fakadó gyorsabb támadások, a rendezetlen védekezés elleni támadások voltak, főleg azok, amik az elényeink voltak. Tehát jobban megtaláltuk úgymond a labdát, jobban megtaláltuk azt, hogy hogyan lehet az ellenfélen éseket találni. Én azt gondolom, hogy ez volt a különbség oka főleg. A szombathelyi gárda a tornát követően, mint egy levezetésként, 22-12 arányban legyőzte az U10-es korosztály fiú bajnok csapatát, a cseh Slavia Prágát is. Pődör Zoltán együttese komoly közönségsikert aratott ezzel a nem várt győzelemmel. Kedves nézőink, a változatosság kedvéért kézilabda után folytassuk kézilabdával, ugyanis itt köszönhetem már a stúdióban Pukler Glóriát és Bölöni Rolandot. Az úriember ugye a Haladás VSE vezetőedzője, míg a hölgy, amellett, hogy a Haladás kézilabdázója, az osztály az NB1B nyugati csoportjának gól királynője, amihez természetesen legelőször is gratulálni szeretnék. Köszönöm. Mi kellett ahhoz, hogy ilyen fölényesen, mert nyugodtan mondhatjuk azt, gólkirályi címet sikerült szerezned, mégpedig úgy, hogy ugye ebben a szezonban volt olyan mérkőzés is, amikor 20-szor találtál be az ellenfél kapujába, ami nem semmi dolog. Hát úgy érzem, hogy ugye tavaly ennyire, vagy hát tavaly is végül is jól ment, de hogy a Kriszta kiesett az egyik csapattársunk, így hát így nem az, hogy magamra vállaltam, de azért próbáltam így egyengetni a többieket, és így hát nem tudom, így igazából az őszi szezonba tudtam hozni azt, ami, vagyis a tavasziba. Ha már a tavaszi szezont említed, ez a tavaszi szezon azért ez tényleg egy nagy menetelés volt. Ez így van, én azt gondolom, hogy ez parádés volt, ez több volt a vártnál, sokkal több volt a vártnál, és alapvetően igazán meg sem magyarázható, hogy miért sikerült ilyen jól a tavaszunk. A győzelmeket sose kell megmagyarázni. Így van, az igaz, de magamnak sem tudom, hogy szakmailag az, hogy miért sikerült ennyire jól. Ti belülről, lányok, hogy látjátok, hogy mi volt az, ami a tavaszra ennyire összeállt? Hát, hogy elhittük, hogy igenis tudunk nyerni, meg hát így a csapategység szerintem, ami meg tényleg arról szólt, hogy a védekezésünk összeállt, onnantól fogva már ment. Véleményed szerint, Roli, ez a csapat miben fejlődött ilyen nagyot? Tehát a játékosok egyénileg fejlődtek ilyen nagyon sokat az utóbbi időben, vagy pedig tényleg a csapat csapatként funkcionált? Azt hiszem, hogy felnőttünk talán az osztályhoz, ez az egyik fontos momentum. A másik pedig az, hogy tényleg összeértek a lányok, és azt gondolom, hogy abban a ritmusban, amiben már ők képesek most kézilabdázni, az tényleg oda tehető a bajnokság elejébe. Hát nem csak, hogy felnőttetek az osztályhoz, hanem ha így megy tovább, lassan kinövitek ezt az osztályt. NB1 mennyire szerepel a beszélgetések során, amikor összedugjátok a fejeteket ti lányok? Hát közeljövőbe terve van valószínű. Hát és hát szeretnénk persze. Mert jól hangzana, meg jó is lenne. Mit kell a csapaton megerősíteni ahhoz, hogy mondjuk a következő szezonnak úgy vághasson neki, tényleg, hogy reális esély legyen erre az NB1-ben való feljutásra? Stabilizálni kell még mindig a csapatot, tehát az, hogy van most azt mondom, hogy egy első sorom, tényleg az első 6-7 játékos, aki már mondjuk megüti azt a mércét, hogy oda kerülhessen majd az NB1 kapujába, de amikor változtatni kell egy mérkőzésbe, ott azért vannak problémáink, és ebből kifejezőleg ebben erősítés kell ahhoz, hogy előre tudjunk lépni. Ha már az erősítésekről beszélsz, akkor mondjuk egy gólkirálynak vannak-e ajánlatai, mert gondolom azért jó góllövőt még az NB1-es csapatok is keresnek maguknak. Hát így nagyon felkérésem nem volt még, majd ki tudja, mi lesz a jövőben, de hát egyelőre még úgy gondolom, hogy valószínű itt fogok maradni, sőt. Egyéb iránt, neked ez hogy néz ki? Tehát ugye most az NB1B-ben ilyen eredményes voltál, te a kézilabdából mit szeretnél kihozni? Tehát el lehet jutni odáig, hogy effektíven mondjuk ebből éljél meg? Hát igen, még itt jó pár évem szerintem van a kézilabdába. Jó, persze, nem azt mondom, hogy nem ez az életcélom, mert szeretem, imádom csinálni, de hát még azért persze adok magamnak egy 5-6-7 évet.
és majd a legtöbbet szeretném kihozni, amit csak lehet. Róli, te ugyan vezetőedző vagy, de ezzel gondolom belelátsz az egyesületnek a pénztárcájába is. Beszéltünk arról, hogy mi kellene játékos fronton ahhoz, hogy a csapat alkalmas legyen az NB1-re. Az anyagi háttér összeszedhető, biztosítható? Remélem. Csak ezt tudom mondani, hogy remélem, hogy ez realizálódik, és ha minden jól sikerül, illetve a szponzorok, illetve a városi vezetés is úgy gondolja, akkor én azt gondolom, hogy van realitás annak, hogy előre tudjunk lépni. Gloria, mennyire számít nálatok az sokat, hogy nagyon tehetséges az utánpótlás? Tehát nagyon sok olyan kislány, ahogy láthattok a felvételeken is, kopogtat akár most, akár pár éven belül, majd a felnőtt csapat öltözőjének ajtaján, aki akár meghatározó játékos is. Hát ez lehet. Szerintem nagy mértékben számít, hisz hát nem is az, hogy ők néznek fel ránk, de vagy hát ez az alapja egy kézilabda egyesületnek, hogy az utánpótlás. Mert ebből tudunk építkezni. Most persze 13-4 évesek, de 5 év múlva ki tudja, lehet csapattársak leszünk. És most egyébként hogy van, hogy szerinted hány kislány van itt akár a student komfortnál, akár a haladásnál, akinek mondjuk a példaképe Pukler Gloria? Hát nem tudom. Lehet van, lehet, nem tudom. Egy gólkirály biztos lehet példakép. Komolyra fordítva a szót, lényegében ezek a kis játékosok, akiket az imént említettünk, hihetetlenül jól szerepelnek, nem csak Prágában a korosztályos tornákon, hanem azért, ha jól tudom, például a hétvégén egy magyar bajnoki döntőben is szerepeltek, és nem is akárhogyan. Így van. Én azt gondolom, hogy nagyon jól működik az utánpótlás nevelésünk, tehát korosztályokra lebontva, eredményesek is a gyerekek, szeretik is, megfelelő létszámban is vannak, és ebből tényleg a jövőre nézve lehet építkezni. Van azért buktatója ennek. Tehát az első negatívum az eljön az iskolaváltásos időszakban, akkor azért megbojdulnak a gondolatok a gyerekek fejében, akkor azért van elvándorlás. Illetve hát attól kell még tartanunk, vagy hát tartani az túlzás, de van egy olyan faktor is, hogy azért a nagyobb csapatok megpróbálnak lecsapni a kis játékosainkra, hogy oda csábítsák saját magukhoz, és ezáltal nekünk új kihívás mindig minden évben majdnem csak újabb csapatokat építeni. Most viszont nagyon úgy néz ki, ugye, hogy úgy építetek majd új csapatot, hogy megerősítitek a jelenleg is meglévőt. A te véleményed szerint, Gloria, mi az, amiben mindenképpen szükség van mondjuk a posztok szerint erősítésre, mert te bent a pályáról szerintem ezt tökéletesen jól átlátod, akár védekezés tekintve, akár támadást nézve. Hát mindenképpen a kapus poszt, ami én elégedett vagyok amúgy ahhoz képest, hogy fiatalok, és tényleg ők is oda tették magukat, de ott azért kéne erősítés, egy tapasztaltabb kapus. És hát balkezes játékos, mert ugye én eddig jobb lövővel, jobb kézzel játszottam, de szerintem egy balkezes, meg mindenképpen magas ember, mert mi nem vagyunk egy de nagy. Kicsik vagytok, na mondjuk ki ezért. Így van. Érdekes kérdés legalábbis számomra, mert én is azért elég közelről szoktam a kézilabdát tanulmányozni. Nagyon szeretem ezt a játékot, nem egyszer is kélemzem a mérkőzéseket, amiket látok. De az, hogy ezzel a magassággal boldoguljatok, azért az nagy meló. Tehát ennek a falnak úgy kell működnie, olyan fürgén kell működnie, ami meg tudja akadályozni az ellenfélövét, nem? Ez így van. Tehát a sebességkülönbséget próbáljuk kihasználni. És ebből egyrészt a védekezésünkben is, másrészt pedig a támadójátékunk is arra épül, hogy lehetőség szerint nem felállt fal elleni támadójátékunk legyen az eredményes elsősorban, hanem inkább egy védekezésből a gyors lerohanásaink üljenek, és abból szerezzünk minél több gólt. És hála Istennek a tavasszal ez tényleg működött, és ez így is ment, és hát végülis harmadik legtöbb gólt lőttük ebbe a bajnokságba, tényleg minimálisan előzött meg bennünket a Budaörs és a Szekszárd, és azt gondolom, hogy ennek köszönhetjük, és ennek tudhatjuk be azt, hogy ennyi győzelmet arattunk. Talán még azért még fontosabb, hogy a védekezésben is a tavasszal átlagban majdnem 3 góllal kevesebbet kaptunk, mint az ősz folyamán. Az igazi nagy próbatétel, hogy így mondjam, talán az viszont a keddi mérkőzés lesz, mert szerintem egy hipó líder Öszterek ellen akármilyen, nem tudom, buli meccs lesz? Éles meccs lesz? Milyen lesz az Gloria? Hát azért biztos, hogy komolyan vesszük, hát nem fogunk feltett kézzel odaállni, de hát reméljük, jól fogjuk érezni magunkat azért.
Hát ugye, ha jól emlékszem, akkor Dávid és Góliát harca lesz. Azt hiszem, hogy a Hípora nyugodtan azt lehet mondani, hogy a sportág egyik legnagyobb együttese. A Haladás VSS számára mit jelent az, hogy egy ilyen klubot sikerült ide hívni Szombathelyre, és hát hogyan sikerült egyáltalán őket ide csábítani? Hát öröm számomra, hogy elfogadták a meghívásunkat. Egyébként is a két klub az elmúlt években szoros kapcsolatot ápol egymással, évközben is többször játszunk edzőmérkőzéseket, ha nem is az első csapattal, de a közvetlen utánpótlás csapatukkal idén is többször találkoztunk, és aki az utánpótlás vezeti, Kovács Ferencet nevezték ki a nyártól a Hipó vezetőedzőjének, és hát a felkérésemre egyből igent mondott, és azt mondta, nagyon szívesen jönnek és játszanak velünk. Egy játékos számára mit jelent az, hogy mondjuk a múlt héten játszottál, csak egy példát mondjuk a pénzügyar ellen mondjuk, holnap meg játszol a Hipó ellen, ami annak ellenére, hogy nem hozzá a brazil játékosait, de azért jobbnál jobb játékosokat tud a soraiban. Hát igazából most nem kívánságom is, vagy nem tudok mit tenni, szóval muszáj lejátszani. Meg hát én úgy gondolom, hogy még akár, most nem azt mondom, hogy nyerhetünk, de mondom, nem fogunk feltett kézzel oda menni, és mindenki oda teszi magát. Hát meg azóta eltelt másfél hét, szóval oké, hogy nem nagyon edzettünk, de... Szakmailag, Roli, ennek a mérkőzésnek milyen haszna lehet, és hát mi az, amit fontosnak tartasz ezzel a találkozóval kapcsolatban kiemelni, mert jól tudom, akkor itt akár tesztelésre is van lehetőséged. Így van. Azt gondolom, elsősorban egy gála mérkőzés lesz. Ez a legfontosabb, legyen a kézilabda ünnepe ez a mérkőzés. Remélem, hogy rengeteg néző látogat majd ki a Haladás csarnokba, és szebbnél szebb gólokat fog látni. A másik oldalról meg tényleg az, hogy megméretődhetnek a lányok egy ilyen komoly együttes ellen, lemérhetik saját tudásukat, hogy hol is tartanak ők ebben a kézilabdában, és mennyit kell hozzátenni még ahhoz, hogy azon a szinten legyenek képesek majd kézilabdázni, ahol mondjuk az ellenfelünk van. De én azt gondolom, hogy megfelelő önbizalommal tényleg egy csodás kis mérkőzésnek nézünk elébe. Én azt hiszem, hogy ünneplésből az utóbbi időszakban nem volt hiányon, és ha jól emlékszem, akkor megünnepeltek benneteket a labdarúgó stadionban, aztán akkor most ugye volt az éremátadás, akkor megint jön a kézilabda ünnepe, ünnep hátán, gondolom ilyenkor jó Szombathelyen kézilabdázónak lenni. Persze, de azért most jó lesz ez a két hónap szünet is, de utána augusztusban újra újult erővel majd nekiállunk. De persze ilyenkor igen, örülök, hogy Szombathelyi vagyok, vagy hát, hogy itt kézilabdázhatok. Te ezt hogy látod, Roli, hogy itt Szombathelyen, hát gondolom a nézőszámból is következtetni lehet erre, van igény az első osztály női kézilabdára, vagy esetleg más a szitu? Szerintem mindenképpen Vasmenyének igénye van a minőségi kézilabdára. Ez azt gondolom, hogy az elmúlt években is bebizonyosodott, amikor bármilyen nemű válogatott mérkőzés volt az Arena Szavárjában, mindig telt ház előtt zajlott az esemény. Én azt gondolom, hogy ha mi is oda kerülünk majd az élvonalba, akkor biztos, hogy még jobban megnő a nézőszám, de a sikerek, az idei tavaszi sikerek után szinte mérkőzésre egyre többen látogattak ki a Haladás csarnokba is. Pedig már az első meccseken sem voltak kevesen, ugye, mert én akárhányszor voltam kint mérkőzésen, amikor rögzítettük a meccseiteket, ott azért rendre táblás ház előtt játszottatok. Ez gondolom azért sokat segített a szereplésben, a jó szereplésben. Hát igen. Hát most személy szerint én nem szoktam kívülre nézni, szóval nem foglalkozom a külső körülményekkel, de persze örülök, vagy hát tök jó, hogy utána ünnepelnek, és tényleg jó érzés. Utolsó kérdés tényleg, mert lassan letelik az időnk, hogy optimális esetben figyelembe véve a játékos állományt, az anyagi helyzetet, mit mondasz, mikor várható egy NB1-es csapat itt Szombathelyen? Nem úgy, hogy vendégségbe jön, hanem a hazai. Hát mondjam azt, hogy reméljük, hogy jövőre. Na, hogy ez szép volt. Köszönjük szépen akár ezt a jóslatot is. Én a holnapi mérkőzést nagyon sok sikert kívánok nektek. Aztán utána akkor jó pihenést arra a két hónapra. Én ezt megígérhetem a Szombathelyi Televízió nevében, hogy természetesen mi is kimegyünk elvégre a Hipót, mi sem láthatjuk minden nap. Na meg a Haladás sem, ugye. Még egyszer köszönjük, hogy bejöttetek a stúdióba. És kedves nézőink, mi akkor most szabadidősporttal folytatjuk az arénát. Ugyanis tegnap délután, azaz vasárnap délután körülnéztünk itt Szombathelyen, hogy a
az emberek, a fiatalok, idősebbek, mivel töltik a szombat délutánt? Szeretnek-e sportolni, avagy más elfoglaltságokat keresnek a maguk számára? Hétvégeken nagyon sok szombathelyi tölti a szabadidejét sportolással. Az egyik legnépszerűbb célpont az a kültéri fitnesspark, melyet nem is olyan régen hozott létre 13 millió forintból a Csónakázótó partján a városi önkormányzat. A parkban tucatnyi különféle gépet próbálhatnak ki a mozogni vágyók. Először a tévében láttuk, aztán újságban is olvastunk róla, és a kedves párommal és a kisfiával jöttünk ide ki. Hogyan tetszik önnek ez az új létesítmény, nyugodtan fogalmazhatunk így, és hát mi az, amit már kipróbált itt? Tulajdonképpen mindent kipróbáltam, és fantasztikus, szóval úgy érzem, hogy nagyon jó helyre van számva, gondolom az az összeg, amit ide szántak, és nagyon hasznos, hihetetlen hasznos, tehát tényleg így családostól mindenstől kijönni, ez fantasztikus. Én nagyon jól érzem magam, úgyhogy ez... Most, hogy mindent kipróbált már, mi az, amit ön szerint itt profitálhatnak azok, akik kilátogatnak, mert gondolom nagyon lényeges az, hogy egyrészt szabad levegőn vannak, másrészt pedig az, hogy tényleg itt azért ezek olyan eszközök, amelyeket nagyon sok izomcsoport erősítésre használni. Pontosan erről van szó, hogy én is futballoztam aktívan elég sokáig, versenyszerűen, és most érzem, most már ugye jó ideje abba hagytam, hogy milyen jó és hasznos, hogy újra meg lehet mozgatni sok minden, pontosan ahogy ön fogalmazott, izomcsoportot. Végezetül pedig most megvan... Tudja pénzt kiadni arra, hogy vaditerembe járjunk, azt hiszem. Végezetül pedig, hogy most meg kipróbálták és tetszik, akkor el lehet mondani azt, hogy a nyár folyamán majd többször kilátogatnak ide, és akkor akár esetleg rendszert is csinálnak ebből? Igen, már most a párommal azt tervezzük, hogy hetente legalább 3-4-szer ki fogunk jönni, egy kis futás körbe itt a Csónakázótó körül, és közben pedig vagy levezetésként, vagy előtte, de egy kicsit megmozgatjuk az izmainkat, mert jót tesz. Természetesen a legnagyobb lelkesedéssel a gyerekek használják a sporteszközöket, ha nem is mindig rendeltetésszerűen működtetik a gépeket, de az biztos, hogy nagyon élvezik a dolgot. Nagyon tetszik. Kivel jötték ki, és sokszor voltál már kint, vagy ez az első alkalom? Ez az első alkalom. Mit próbáltál itt ki, és mi az, ami leginkább elnyerte a tetszésedet? Ez a futógép, vagy ennek nem tudom mi a neve. És hogyha a barátaiddal beszélgetsz mondjuk, akkor mit mondasz nekik, hogy eljöjjenek ide ők is, vagy pedig lebeszéled őket róla? Szerintem jöjjenek el. Nem csak a Csónakázótó partján, hanem a tavaly felújított parkerdőben is nagyon sokan sportolnak. A legnagyobb népszerűségnek természetesen a kosárlabda, valamint a futballpálya örvend. Nagyon jó a levegő, az unokatestvéreimmel, szüleimmel járok ide, és körülbelül 2 hetente szoktam járni. És ilyenkor, amikor ide kijössz, mi az, amit kipróbálsz, és hát mi az, ami a legközelebb áll hozzád? Legtöbbször a kosarat, a futballt, és még pingpongozni is szoktam. Régebben, amikor ez a lehetőség még nem volt itt kint a parkerdőben, el tudhatok menni valahova hétvégén mondjuk sportolni, vagy tényleg örülsz te is annak, hogy ez kialakításra került és ki lehet jönni? Nagyon örülök, hogy ez kialakításra került. Szoktunk menni a Gályár Parkba, de itt sokkal jobb szabad levegőn. A nyár közelettével a jó időnek köszönhetően egyre többen választják majd a szabad idejük hasznos eltöltéséhez a sportolást. Az biztos, hogy a Vasi megyeszékhelyen bőven van lehetőség arra, hogy az emberek kellemes környezetben mozoghassanak, pihenhessenek. Kedves nézőink, mielőtt sportágot váltanánk, gyorsan megmutatnám még egyszer ezt a két darab tiszteletjegyet, amely a holnapi haladás vérse Hippo Niederösterreich nemzetközi kézilabda mérkőzésre szól. Én azt hiszem mindenképpen érdemes SMS-t küldeni, ugyanis ez egy olyan élmény szerintem, amely olyan élményt szerezhet az embernek, amelyet szerintem soha életében nem felejt el. És én azt hiszem, hogy az elmúlt időszakot soha, de soha nem fogja elfelejteni. Simmer Szabolcs sem a következő vendégünk, akit köszöntök itt a stúdióba. Szia! Hát az elmúlt időszakban sorolnám a sikereidet, jó? Egyszer ugye született egy gyermeketek, nem is olyan régen, aztán akkor 2 éves szerződést kínált fel a szombathelyi haladás neked, amit ha jól tudom szóban már el is fogadtál, és hát a 6. helyen áll a csapat, hagyogon szerepeltek, ez az elmúlt időszak egyik legjobb szezonja. Kezdjük, gondolom a legfontosabb, a gyermek, mit kell tudni róla, ilyenkor ugye azt szokták megkérdezni, paraméterek. Köszönjük szépen, nagyon jó van, egészséges. Január 20-án láttam a napvilágot, ugye kislány Eszternek hívják, és hát a szemünk fénye otthon a párommal, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk, hogy megérkezett hozzánk. Sportolóról szólva paraméterek,
Hosszúság, súly? 48 cm-rel és 2950 g-mal született, de most már elhagyta az 5,5 kilót is, és a 62 centit, úgyhogy gyorsan nő. El ne felejtsem, innen a Szombathelyi Televízió nevében boldog névnapot kívánunk neki, mert hogy voltam, akkor 24-én ünnepelte a névnapját a kis hölgy. Mit jelent egy sportoló számára az, amikor gyermeke születik? Mert ha jól tudom, nálatok ez az első gyermek. Gondolom, akkor azért egy óriási jelentősége van a te életedben is ennek az esetben. Egyértelmű. Hát igazából, amit tudni kell, hogy amikor hazamegyek, akkor megszűnik minden más, csak a kislányunk létezik nekünk, úgyhogy ránézek, akkor elfelejtem minden bánatomat, egy mosolyával bearanyoz az egész napunkat, úgyhogy nagyon boldog vagyunk. Hát igazából az volt nehéz, mikor megszületett, akkor január 24-én hozhattam haza őket a kórházba, és ugye mi másnap elutaztunk Törökországba 11 napra, hát az az egyik legnehezebb 11 nap volt az életemben, még nem láthattam ugye őket, úgyhogy de hál' Istennek a mamák segítettek sokat, úgyhogy nem maradtak magukra a lányok otthon. Elárulom a kedves nézőknek azt, hogy mi mostanában nagyon sokszor találkozunk, mert én nagyon szeretek biciklizni, sportolni a csónakázótó környékén, csónakázótó partján, te viszont ugye ott sétáltatod szinte nap mint nap a gyermeket, hát akkor az apai teendőket úgy látom nagyon fontosnak tartod. Így van, ez egy nagyon közös program a családnak, úgyhogy ha jó az idő engedi, akkor egy ilyen másfél órákat biztos, hogy sétálgatunk minden nap, úgyhogy ezt nagyon szeretjük, nagyon. Kisasszony is nagyon élvezi, elején nézeget, aztán egy kicsit elfed, akkor elalszik, úgyhogy nagyon élvezi ezeket. Egy sportoló teljesítményére, hozzáállására mennyire hathat ki egy gyermek születése? Tehát kicsit jobban az szerintem a feldobja az embert, biztos. Hát egy jó beállítottságú ember szerintem feldobhatja a gyermeke születik, az öröm is így van. Igazából most már ugye azért is mi az ember a pályára, hogy minél jobban teljesítse, hiszen otthon várja egy kisgyerek, akit ugye el kell tartani, akinek büszkén kell lenni az apukájára, úgyhogy ezért igyekszik az ember. Ha már az eltartásról beszélünk, akkor ugye van egy 2 éves szerződés ajánlat, amivel kapcsolatban te már ki is nyilvánítottad a te álláspontodat. Nos, mi ez és hát mi kellene ahhoz? Így van, azt hiszem múlt héten, talán vagy előtte héten szóba megegyeztünk a folytatásról, úgyhogy hát az aláírás még várat magára egy kicsit, de reménykedj is, hamarosan realizálódik. Hány éve vagy már Szombathelyen, és hát mi az, ami itt tart téged ennél a csapatnál? Hát én egész pontosan 16 éve vagyok itt Szombathelyen, ugye én Sáváron születtem, de 14-es korom, amikor jöttem középiskolába tanulni, akkor jöttem a haladáshoz. Az első csapat keretéhez pedig már 11 éve tartozom. Én nagyon szeretek itt lenni Szombathelyen, igazából a családom is itt a közelben, itt tervezzük a jövőnket is a párommal és a kislányunkkal is. Úgyhogy nagyon jó társaság van a csapatnál, úgyhogy barátok között focizhat az ember, úgyhogy ezek szerintem mind befolyásoló tényezők. Volt egyébként ajánlat máshonnan is, elgondolkodtál azon, hogy elmész, vagy pedig számodra evidencia volt olyan haladása legfontosabb? Mindenképpen a haladás volt az első. Volt más lehetőség is az embernek, de olyan, amiért váltani lehetett volna, olyan nem volt. Igazából csak akkor gondolkodtam volna a váltásra, hogyha tényleg annyival jobb lehetőség jött volna az embernek. Lehet, hogy nem volt. A külföldön gondolkozol már? Még? Vagy úgy gondolod, hogy itt a haladás nem hát, bőven nehéz. Van földet? Ugye minden játékosnak egyszer az álma, hogy persze, hogy külföldön focizom, de nagyon nehéz. Hát igazából én már 30 éves elmúltam, igazából inkább a fiatalokat keresik külföldön, de hát majd meglátjuk, mint az a jövő. Soha nem mondjuk azt, hogy soha. Azt hiszem, hogy most téged alaposan kitárgyaltunk, beszéljünk akkor egy picit a csapatról, már csak azért is, mert azt hiszem, hogy ez a 6. hely, ahol jelen pillanatban a csapat áll, ez mindenképpen dicséretes, mondom ezt annak ellenére, hogy nem is olyan régen még a dobogó is elképzelhető volt. Így van, én úgy érzem, hogy egy nagyon jó szezon fut a csapat. Kisebb hullámvölgyeink ugyan voltak a bajnokságban, de sokkal volt a pozitív szériánk. Úgyhogy ha azt nézem, hogy milyen kerettel és költségvetéssel dolgozunk, ez egy kimagasló eredmény, ez a 6. helyezés. Mindemellett egy kis szerencsével, egy kicsit nagyobb odafigyeléssel lehetséges, hogy még a 3. helyet is harcba lehettünk volna. De sajnos ez nem sikerült, ezt nagyon bánjuk, mert nagyon szerettünk volna a mi 3. helyen végezni. Végül is mi az, ami az idei szezonra jobban összeállt mondjuk, mint az előzőekre, mert ha jól tudom, akkor ugye egymás után háromszor voltatok 8-ak, most négyszer. A 7. már... Négyszer volt. Igen, akkor négyszer. Előtte volt ugye a 3. hely. 3-8-8-8-8, most igen. A 7. rosszabbak nem lehettek, magyarul mindenképpen javulás van. Így van. Igazából ennél a javulás abban rejlik most szerintem, hogy az őszi szezont általában el szokt rontani. Most ez nem, most nagyon jól szerepeltünk már az ősszel is. Igazából a csapat egybe maradt, nem nagyon volt benne változás, igazából az Artán Tamás átvette a csapatot, a folyamatosan látszik a fejlődés, hiszen
minden bajnokságban több pontot szerzünk, több győzelmünk van, előbbre tudtunk lépni a tabellán, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy ez a tendencia folytatódni fog jövőre is. Miben van a haladás ereje? Mert nem sok olyan csapat van az NB1-ben, mint ti, mert hogyha bosnyák, Predragot is magyarnak veszük, mert ugye magyar állampolgár, és akkor igen. Ez szintiszta magyar csapat. Hát a mi erőnk szerintem abban, hogy ez egy baráti társaság igazából. Itt tényleg barátok játszanak egymás mellett, és tényleg meg tudunk halni egymásra a pályára. Ha valaki hibázik, akkor a másik biztos, hogy ki fogja javítani a hibáját. Nem bántjuk egymást a pályán. Szerintem ez a legnagyobb, meg a szakmai stáb is úgy áll mellettünk, hogy bármikor támaszkodhatunk rájuk, úgyhogy szerintem ez a legfőbb erőssége a haladásnak. Egyetlen egy dolog, amit hiányolok a játékotokból, az pedig az elég kevés gólt rúgtok. Tehát ezt mondom annak ellenére, hogy azért rendre vannak helyzetek. Tehát így azok van. Megvannak, csak viszont a gól, a játék sava, borzsát ugye így van. Hát ugye a legkevesebb gólt kaptuk a bajnokságban, tehát a védekezésünk az rendben van. És szerintem a helyzetek kidolgozásával sincsen különösebb problémánk, hiszen most volt a Ferencváros elleni mérkőzés, amikor az első félidőben 3-4 góllal is vezethettünk volna akár, de sajnos nem sikerült értékesíteni a helyzeteket, úgyhogy hát a kapu előtti koncentráció erre kell tudnám visszavezetni a kevés gólt, talán ez hiányzik. Hát igen, mert hogyha azok a helyzeteknek, nem tudom, nem akarok túlzásokba esni, de ha mondjuk a 20%-át belőttétek volna, akkor költségvetés ide, vagy oda, igen. Akkor tényleg ott lehettetek volna a harmadik. Így van, nem tudok más mondani. Hát ugye más szituáció edzésen, más szituáció mérkőzésen oda kerülni a kapu elé, de már az nagy szó, hogyha valaki oda tud, de egyáltalán kerülni a kapu elé, tehát az is már megsüvegelendő. De hát a gólok, igen. Egyébként olyan sokat beszélnek akár a médiában, akár a szurkolók egymás között arról, hogy melyik csapatnak milyen anyagi lehetőségei vannak. Az, amikor kimentek a pályára, és az ellenfél mondjuk a Videoton, a Diósgyőr, a Győr, gondolom a ti fejetekben az olyan nagyon nem fordul meg, hogy hoppát, ezek kétszer annyi pénzből dolgoznak, mint mi, hanem az ellenfelet látjátok, akit le kell győzni. Így van, ha csak kétszer annyival gazdálkodnánk, akkor jó lenne, de még annál is többből. De valóban ez meg se fordul az ember fejében. Amikor kimegyünk a pályára, akkor csak arra figyelünk, hogy hogyan tudjuk megnyerni a mérkőzést, úgyhogy ilyenekkel akkor nem is foglalkozik senki. Ha már arról beszélünk, hogy milyen csapatok vannak ugye ott az élmezőnyben, mert ezek minden olyan csapatok voltak, milyennek ítéled meg a magyar bajnokság színvonalát az utóbbi időszakban, akár ebben a konkrét bajnokságban emelkedett valamit a színvonal, vagy pedig stagnál, avagy esetleg esett? Annyiból emelkedett mindenképpen, hogy nagyon kiegyenlített a mezőny, tehát nincs az, hogy na most ezt tuti megnyerjük ezt a mérkőzést, na most itt esélyünk sincs, itt igazából bárki megverhet bárkit, a pillanatnyi forma szokott dönteni. Úgyhogy ebből a szempontból szerintem emelkedett a színvonal. Most én attól várok még egy nagy színvonal emelkedés majd a következő szezonban, hogy ugye most rengeteg stadion épült, uh-huh. És ezeket megtöltik nézőkkel. Azért megfigyeljük a közvetítéseket, ahol tehetházas mérkőzések voltak, sok néző volt ott, azért általában a mérkőzések is jó iramok voltak, jók voltak. Hát ugye teljesen más játszani 10 000 nézőt, meg más 600 nézőt játszani, úgyhogy azért ez... Amikor az a veszélybeteget nem fenyeget, hogy itthon mondjuk 600 nézőt játszatok, mert így van, bármilyen nincs új stadion, de lesz, ha jól tudom. Reméljük. De azért a szurkolótábor segít nektek rendesen. Így van. Ugye azért most a Ferencváros, amikor nagyon sokan voltak ki, most a legutóbbi hazai mérkőzésünk az szerintem nagyon jó mérkőzés is volt. Előtte ugye a Paksa, ugye a rossz időjárás miatt is, a pálya minősége miatt is nagyon kevesen voltak, hát az olyan meccs is lesz sajnos. Ami szomorú abban, amit mondtál, tezimént ugye, hogy tényleg bárki bárkit legyőzhet, hogy mi az utóbbi időszakban, vagyis a csapat ugye belefutott két olyan vereségbe, amelyikben nem kellett volna. Gondolok itt például a Paks elleni hazaire és a Kaposvár elleni idegenbelire. Ha az a 6 pont megvan, akkor ott vagyunk a spiccen. Így van. Hát sajnos a kaposvári meccs aztán a legrosszabbul sikerült mérkőzésünk volt az egész azonban. A Kaposvár meccs szinte azon a meccsen sikerült minden tavasszal, tehát amikor láttam őket focizni azon a mérkőzésen, csere voltam és kívül is tudtam nézni egy ideig. Hát az egy nem kieső csapat produkció volt, ahogy ott játszottak. Aztán a többi mérkőzés, ahogy játszottak, az már egy másik kérdés. A Paks mérkőzésre visszatérve, az pedig szerintem azt nem szeret volna szabad lejátszani azt a mérkőzést, hiszen futballra teljesen alkalmatlan volt a pálya. Egy hétre elmaradt a Puskás Debrecen mérkőzés. Úgyhogy szerintem, hogyha az rendes pályán van lejátszva, azért komoly győzelmérségeink lettek volna. Az imént ugye említetted azt, hogy akkor 2 éves szerződés fogsz aláírni a haladással, viszont nagyon úgy néz ki, hogy azok a játékosok, akiknek rajtad kívül lehet a szerződésük, nem biztos, hogy ugyanezt teszik. Gondolom az öltözőben beszélgettek arról, hogy milyen csapatotok lesz jövőre, bár még ugye egy meccs van a bajnokságból. Ezzel kapcsolatban mi a többiek álláspontja, vagy mi a te álláspontod? Hát én nagyon bízom benne, hogy minél többen itt fognak maradni azokban a játékosokban, akiknek jár szerződésük, hiszen úgy gondolom, hogy akiknek szerződést ajánlottak, tettek annyit a haladásért, és játszottak úgy, hogy ez a csapat nem szélethet szét. Igazából ez lenne a legfőbb cél.
hiszen most már évek óta tényleg egyre jobban lépegetünk most már előre a tabellán, úgyhogy szerintem, hogyha egyben van a csapat, akkor jövőre is egy nagyon jó csapat lesz a Haladásnak. Hát igen, ugye hiába jönnek felfelé azért a fiatalok, de gondolom olyan tapasztalt játékosokra, mint például Halmosi, vagy Nagy Gábor, Tóth Péter a jövőben azért még szükség lenne. Hát ennek a csapatnak az is az egy legnagyobb erőssége szerintem, hogy azért nagyon megfelelő az idősebbek és a fiatalok aránya, és azért a fiataloknak van, akikre fel tudnak nézni és tudnak tanulni. Mind a pályán kívül életben. Azt szokták mondani, hogy a jó társaságban nagyon gyorsan repül az idő, elrepült a műsoridőnk. Én nagyon szépen köszönöm, hogy befeleltél a stúdióba. Köszönöm szépen, és azt kell neked, hogy sok egyen mosolygós legyen, mint most, vagy gondolom, az Erónak ahhoz, hogy csupa-csupa pozitívum történt veled. Úgyhogy még egyszer köszönöm szépen, hogy befeleltél. Kedves nézőink, mi pedig akkor egy kicsit keményebb vizekre helyezünk, ugyanis karatéról lesz szó. Kőszegen rendeztek egy háromnapos edzőtábort, melyen egy olyan mester okította a tanítványokat, aki a karatesport, a magyarországi karatesport egyik legnagyobbja. Sián Antal János tartott háromnapos edzőtábort Kőszegen. Magyarország egyik legelismertebb karatamestere, több mint 40 jelentkezőnek oktatta a harcművészetet az alpokaljai kisvárosban, ahová a Budoka Klub szervezésében többek között Szombathelyről és Sopronból is érkeztek sportolók. Antal János Sián, aki 1972-ben hozta Magyarországra a karatét, az ő nevéhez fűződik a magyarországi karate meghonosítása. Ő hozta létre a JK szervezetet. A klub számára, a Budoka számára mit jelent az, hogy hát nyugodtan mondhatjuk azt, hogy egy ilyen nagyságot itt láthatnak vendégül, és hát három napig edzőtáborozhatnak vele az ő irányításával? 2011-ben alakult az egyesületünk. Elég szép számmal vagyunk, 41 fő, pontosan a versenyző létszám. És úgy döntöttünk, hogy megpróbáljuk Antal János Ján urat meginvitálni egy háromnapos edzőtábor keretében ide hozzánk. Elfogadta a meghívásunkat nagy örömünkre, és akkor ő most így akkor itt megtartja az edzőtáborunkat. Végül is már lassan a vége felé jár ugye ez az edzőtáborozás, végre a harmadik napon vagyunk. Mi az, amit profitáltak belőle az itteni sportolók? Mi az, ami különlegességnek mondható ebben az elmúlt 2,5 napban? Hát a Sihán végül is ő a belga Brabo csapat tagja volt. Róluk azt kell tudni, hogy ők ezekre a küzdelmekre mentek rá nagyon. Inkább ilyen küzdelmi technikákat foglalkoztunk ebben a három napban. A mester leginkább a közelharcot gyakoroltatta a karatékákkal. Fontosnak tartotta, hogy a kurzuson résztvevők fegyelmezetten a lehető legnagyobb elszántsággal hajtsák végre a gyakorlatokat, melyek mind a mentális, mind pedig a fizikális fejlődésükhöz jelentős mértékben hozzájárulhatnak. Igazából én inkább a vidékségre támaszkodok inkább. Budapest főváros nagyon el van szállva már. Ugye, nagyon el van szárva, valamint ugye 12 éve ismerem a csapatot, úgymond akkor is itt voltam egy edzőtábor alkalmával, és most ugye a meghívásra szívesen eljöttem, hogy föllendítsük ezt a csapatot, mivel hát már vannak azért eredményes kis versenyzők, és ezt szeretnénk magasabb szintre emelni. Lényegében ez egy háromnapos turnus, nyugodtan így is fogalmazhatunk. Ebben a három napban mi az, amivel lehet őket segíteni, mi az, amiben ebben az időszakban mondjuk előre tudnak lépni? Hát ez annyiból, hogy megpróbáltam, nem hogy megpróbálom, az én stílusomat áthozni ide. Mert azért a karaté általában több helyen nagyon lesüllyedt, úgy lagymatag lett. És próbálom a régi szellemet behozni, ami igazából szükséges egy harci művészetbe. Nagyon sok helyen halljuk azt, hogy a karate lényegében nem csak egy sport, hanem egy életszemlélet is. Mennyire tartja ezt fontosnak, hogy itt a lelket is edzék, ne csak a testet? Hát ez a legfontosabb. A lelket és a testet kell edzeni úgy, hogy nálam a harci művészet az első, az a dominens. Utána magában, mint verseny, vagy egyéb, ez csak egy tizedrangú kérdés. Ugye, mert egy verseny valaki kimegy, dúl, jó napot kívánok, de maga a harc, a közelharc, ugye ez a legfontosabb.
Végezetül pedig mit tapasztalt itt Kőszegen, mennyire jó az a nyersanyag, amelyel itt az elmúlt három napban dolgozhatott? Hát van egy pár csodás gyerek, fiatal, aki tényleg már évből lehet rajtuk látni, hogy harciassak, mert ez a harci művészetnél szükséges. A harci szellem nélkül, már mondjuk alapból, genetikából ez szükséges. És akinek, mindenkinek megvan valamennyire, de vannak olyanok, akik kiemelkednek. Most őket maximum felstrofolni, a gyengébbeket szintén kicsit följebb hozni. Az edzőtáborozás tapasztalatait a sportolók a versenyeken, edzéseken kamatoztathatják majd a jövőben. Az biztos, hogy valamennyien elégedetten, komoly tudással felvértezve távozhattak a kurzusról. Kedves nézőink, én úgy gondolom, hogy nagyon gyorsan elrepült ezek közel 3-4 óra. Remélem, hogy önök is így érzik. Így a műsor vége fele már az egyik legfontosabb teendő mindig az, hogy kisorsoljam a nyertest. Én attól függetlenül, hogyha valaki nem is nyer két darab belépőjét a holnapi mérkőzésre, mármint a haladás vérse, Hypo Niederösterreich nemzetközi kézlabda meccsre, én csak javasolni tudom, hogy menjenek ki a haladás vérse munkacsarnokába, és nézzék meg ezt a találkozót, mert az ember nem minden nap láthat egy 8-szoros BL, illetve meggyőztes együttest, és akkor most nézzük, hogy ki az, aki ezt úgy teheti meg, hogy két darab tiszteletjeggyel látogat ki a találkozóra. Most megnézzük, hogy tehát ki a szerencsés nyertesünk. 30-320-71-81-es számról küldte az SMS-ét. Gratulálunk a kedves nyertesünknek, tehát két darab belépőjegyet nyert a Dávid és Góliát harcára, azaz a haladás Hypo Niederösterreich mérkőzésre. Kedves nézőink, az arénába, a mai sportesténk első felvonásába tehát ennyi fért. Hamarosan következik majd a folytatás, mégpedig az Akadémiai Foci Magazin és a Portré. Úgyhogy én azt javaslom, hogy ne menjenek túlságosan messze a tévékészülőktől, mert hamarosan folytatódik a sportest. Tartsanak továbbra is velünk, hamarosan visszajövünk a sporttal.